Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Felsőszeliből jelentkezünk, ahol a szlovák kupa második fordulójában a helyi csapat, a Felsőszeli Tallós újabb meglepetést szolgáltatva megverte 11-es párbajban az 5. ligás Párkányt, és ahhoz, hogy eljussunk egyelőre a 11-es párbaji, kellett egy vezető gól. Takže, Vlado, poznám ťa asi tak 10 rokov, a teraz som stavil s nejakým kamarátom, že určite Vlado Fujak ešte v živote nedal pravačkou gól ako v súťaži. Či je to pravda, či som vyhral tú stávku, alebo aj sám seba si prekvapil, že každý to tam čakal vlastne od teba s lavačkou možno center a ty si to dobre schoval tú strelu vlastne a prekvapil si aj toho Christiana Šalátu, akože rutinérskeho obrancu, kapitána. Čiže bolo to vedomé, alebo len to tak inštinktívne, lebo pravačkou hovorím, v živote som nevidel ťa dať gól. Tak je to pravda, že pravačku mám viac menej na podopieranie, ak sa hovorí, ale už akože párkrát som takto skúšal obalovať, ale gól som pravačkou, nepamätám si, že by som niekedy dal, ale akože na tréningu som takéto skúšal a párkrát mi to tam padlo, tak mi to tak, videl som tam voľný priestor na tej zadnej tyči, tak som to tam chcel obaliť a padlo to tam, takže som rád. Jasne, ja nám to preložím, tehát arról kérdeztem, hogy a Vlado Fujakot 10 éve ismerem, és jobban még nem láttam, hogy gólt lőtt volna, fogadtam is itt egy barátommal, és hát megnyugtatott Vlado, hogy megnyertem a fogadást, mert tényleg nem lőtt még gólt bajnoki vagy tétmeccsen jobban, de edzésen már hasonlót próbált, sok edzésen egy ilyen szituáció, és látta, hogy ott rés van, és ezt ilyen ösztönösen megoldotta. Teraz som mal rozhovor pre tebou s trénerom Hostí, a špeciálne sa na teba pripravovali, práve som sa pýtala jeho, či aj jeho prekvapil, pretože Vlado Fujak, čistý lavačkár, lavák, dal pravou gól, takže na to sa nedá pripraviť podľa mňa, na tú situáciu, čiže on hovoril, tvrdil, že videli, analyzovali videozáznamy posledných troch zápasov a že vlastne 70% útokov ide cez teba. Ako to znášaš, starý harcovník, že vlastne naozaj tá pravá strana ako keby ani neexistovala len na doplnenie? Či ako to vládze, že všetko ide cez teba vlastne? Alebo nie je až tak? Tak s tým sme tu išli aj vlastne s trénerom, že budeme ako keby my starší takí tí ťahuni mužstva a ja som rád, že mužstvo cez mňa hrá. Že sa mi to otvárajú tie priestory, mám tam dobrých mladých chlapcov predo mnou, s ktorými sa dá dobre hrať futbal, s ktorými sa dá pracovať, hlavne do budúcna. Myslím si, že majú chlapci budúcnosť, čo sú tu mladí. A tak zatiaľ nám to ide, no, že sa utočí viac cez moju stranu, ja som rád. Čiže fyzicky už to nie je ako za mladé, ak sa hovorí, ale tak ešte to uvládzem behať a tak som rád, no, ja som rád, ja rád hrám futbal, takže ja som rád, že cez moju stranu to ide a že to tam zatiaľ aj padá, takže. Igen, ugye arról kérdeztem a Párkány edzőt is, hogy ugye fölkészültek abból, hogy a Fujak oldalán, a bal oldalon a 70%-át vezetik a Szeliek a támadásoknak. Most meglepte őket, Saláta Krisztiánt is beleérte, hogy jobban lőtt gólt, és hogy bírja ezt a tempót, mert azért már nem mai gyerek, hogy minden talán az ő oldalán megy. És azt mondta, hogy ő ezt szereti, és vannak körülöttem fiatal játékosok, akik tehetségesek, és lehet velük focizni. Tehát ő szereti azt, hogyha őt foglalkoztatják meccsen, és sok támadás megy rajta keresztül. És egy otázka samozrejme nem môže byť vynechaná. Majstrák, penálta do nebies. A už som čakal, akože tam okolo sediaci diváci hovorili, že však tento dal do nebies, prečo ide kopať. Akože, ale profesionálne si tam išiel, takže nebola otázka, že to si už pustil asi 10 sekúnd potom po tej penálte z hlavy, lebo si profesionál. Čiže nebola otázka, že tam ideš a netriasli sa ti nohy vôbec. Jasne, no tak ja som bol určený trénerom, vlastne predtým som dal penalty a veril som si, no v tom zápase sám neviem, čo som spravil, že prečo som to tak kopol do kukurice niekde hore. No ale bol tam aj priamý kop, čo padlo do šibenice a skromne si to nepovedal. Aspoň ten bodík som zachránil tým, ale tak kebyže dám na 1-0 je úplne iný zápas, ale tak to už je za nami. Zle som to kopol, ale tak je futbal. Proste človek, čo sa nesnaží nič urobiť, nič nepokazí. Čiže ja som išiel do toho, že idem si to odčiniť. Chcel som dať gól a ďaká Bohu som to dal, takže som rád.
Igen, ugye meg a 11-esről kérdeztem, az elmúlt bajnok ugye fölélőtte az égbe a 11-es, és sok szurkolót és mondta is, hogy minek megy rúgni fuják, az ő lőtte fölé a büntetőt, a Jányok ellen búcsúkor, de akkor lőtt egy nagy szabadrúgás gólt, azzal megmentette az egy pontot legalább. Hát azt mondta, hogy ez nem volt kérdés, mert csak az hagyhatja ki, aki odáll. Tehát profi módon ezt kezelte már a meccs után, ez nem volt téma, tehát most is előre ki volt jelölve az edző által, és elvállalta a 11-est. Ďalšie kolo asi to bude 95%, síce Gabčíkov s tým nebude súhlasiť, ako bývalý hráč Gabčíkova, tu sedíš, takže ďalšie kolo asi bude Dunajská Streda, buď v Tomášikove, alebo Horný Salibách, čiže bol to extra motivačný faktor pred zápasom, alebo určite Patrik Jovančík sa snažil tréner ako vypustiť z vašich hlav túto skutočnosť, že nech vás to nejak nepremotivuje, že ďalšie kolo môže byť Dunajská Streda, síce ešte sa to uvidí o týždeň, sa to musí potvrdiť Gabčíkov, ale ako vidíš tú šancu, čiže ty sa pripravuješ tiež na DAC alebo na bývalé mústvo Gabčíkov. Pohári. Tak určite to, že v ďalšom kole nás najväčšou pravdepodobnosťou, však uvidíme, ako to dopadne, ale že dostaneme Dunajsku, s tým sme počítali. To nás určite motivovalo, lebo však z Dunajsko si zahradne, je to proste sviatok aj pre obec, aj pre nás hráčov samotných, aj pre nás starších, aj pre mladých, takže určite to bola extra motivácia, ale presne, nechceli sme, aby nám to nejako zväzovalo nohy, chceli sme si zápas užiť a postúpiť a to bol základ a ja sa teším, akože fandím aj Gabčíkov samozrejme, ale určite chceme Dunajsku, to nie je o čom. To je jasné, to každý povie. Igen, ugye még megkérdeztem, hogy a következő körben a Bős Dac meccs győztese látogat majd vagy Tallósra, vagy Szelibe. Mennyire extra motivációs tényező volt ez, hogy ugye ezt tudták előre, hogy ha itt tovább jutnak, akkor a Dac következik majd, és hát ugye bősieknek ez még lesz egy-két szavuk, ráadásul ugye Vlado Bősön játszott, tehát azt mondta, hogy a bősieknek szurkol attól függetlenül, hogy már nem ott játszik, de remélem elnézik neki, hogy most a Dacot várja, és hát azért a Daccal játszani azért ilyen kis falunak nem mindennapi esemény. Aki egy bude Dac a budú penalti, tak bude kopať fuják. Určite áno. Dobre, oké, okay. És még megkérdeztem, hogy 11-esek lesznek a Dac ellen, elvál, igen. Gratulujem gólu a postupu a užite si to, lebo to sú historické momenty, historické, nie historické pre Štúrovo asi, ale historické pre Horné Salby a Tomášikovo, takže gratulujem gólu a to si zapíš, lebo možno, že už 10 rokov zase nedáš pravačko gól. Gratulujem. Ďakujem pekne.